Tizenötödik fejezet Josafát Josafát 35 éves koráig trónra lépéséig Maga előtt látta Asának a kegyes királynak példáját, Aki majdnem minden válságos helyzetben Azt tette, amit helyesnek lát az úr. Egy királyok tizenöt-tizenegy Huszonöt évig tartó áldásos uralkodása alatt Igyekezett mindenben apjának, ászának az útján járni, és nem tért le róla. Egy királyok 22-43 Mivel igyekezett bölcsen uralkodni, rá akarta bírni alatvalóit, hogy határozottan foglaljanak állást a bálványimádó szokások ellen. Országának népe továbbra is áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. A király nem rombolta le azonnal ezeket az oltárokat, de kezdettől fogva próbálta Júdát megóvni azoktól a bűnöktől, amelyek Akháb uralkodása alatt az északi országot jellemezték. Hosszú évekig Akháb kortársa volt. Josafát hű maradt Istenhez. Nem kereste a baálokat, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Fethetetlenségéért az Úr vele volt, és megerősítette kezében a királyi hatalmat. 2. Krónika 17.3.5 Egész Júda ajándékot adott Jósáfátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Az Úr útjain járt. 2 Krónika 17, 5, 6 Amint múlt az idő, a király reformokat hajtott végre. Eltávolította Júdából az áldozó halmokat és a szent fákat. 2 Krónika 17, 6 Kisöpörte az országból a férfi paráznák maradékát, akik még megmaradtak apjának, ásának az idejéből. Egy királyuk 22.47 így Júda lakossága fokozatosan megszabadult sok olyan dologtól, amely súlyosan veszélyeztette lelki fejlődését. A népnek országszerte szüksége volt arra, hogy megtanítsák Isten törvényére. E törvény megértésében rejlett biztonságuk. Kívánalmaihoz szabva életüket hűségesek lesznek mind Istenhez, mind emberhez. Ezt tudva Josafát intézkedett arról, hogy népe alapos tanítást kapjon a szentírásból. Birodalma különböző részeiért felelős fejedel meggondoskodtak arról, hogy a tanító papok becsületesen végezzék szolgálatukat. Ezek a tanítók, akik a fejedelmek közvetlen ellenőrzése mellett dolgoztak, királyi rendeletre lettek kiküldve, hogy tanítsanak Júda városaiban. Kettő krónika 17 hét. Mint hogy sokan igyekeztek megérteni Isten akaratát és elhagyni a bűnt, megújulás következett be. Josafát eredményes uralkodása annak tulajdonítható, hogy bölcsen gondoskodott alatvalói lelki szükségleteiről. Az Isten törvénye iránti engedelmesség nagyon hasznos. Az Úr kívánalmaihoz való alkalmazkodásban átformáló erő rejlik, amely békét és jó akaratot teremt az emberek között. Ha minden férfi és nő Isten igéjének tanításait tenné élete irányítójává, gondolatai és érzelmei zsinórmértékévé, akkor a nemzeti és társadalmi problémák megszűnnének. Minden családból olyan befolyás áradna, Amely fokozná mások lelki látását és erkölcsi erejét. Ez mind a nemzeteknek, mind az egyéneknek előnyt jelentene. Josafát hosszú évekig békességben élt, Nem zaklatták a környező nemzetek. Ezért az úr rettegést támasztott a Júda körüllevő országok királyaiban. 2 Krónika 17.10 Filisztea adót fizetett és ajándékokat adott néki, Arábiától nagy jú és kecskenyájat kapott. Josafátnak egyre nagyobb lett a hatalma. Várakat és raktárvárosokat épített Júdában. Vitéz férfiakból álló katonasága volt, azokon kívül, akiket a királya megerősített városokban helyezett el egész Júdában. 2 Krónika 17, 12, 19. Nagy volt a gazdagsága és dicsősége, ezért hatalmas befolyása volt az igazságra és a jogosságra. 2 Krónika 18, 1. Néhány évvel trónra lépése után a jólét csúcsára jutott Josafát, Beleegyezett abba, hogy fia, jó Feleségül vegye Atáliát, Akháb és Jézabel leányát. E házassággal olyan szövetség jött létre Júda és Izrael országa között, Amelyet Isten nem akart. Ez a szövetség a válság idején Bajt hozott a királyra és számos alatvalójára. Egy alkalommal Josafát, meglátogatta Izrael királyát Samáriában. A Jeruzsálemből érkező királyi vendég iránt különleges tiszteletet tanúsítottak. Távozása előtt rávették arra, tartson Izrael királyával a Szíria elleni háborúban. Akháb azt remélte, hogy ha egyesíti haderejét Judáéval, akkor vissza tudja hódítani Rámótot, a régi menedékvárosok egyikét, amelyről állította, hogy jog szerint Izraelé. Jól lehet, Jósafát egy gyenge pillanatában elhamarkodottan megígérte, hogy Izrael királyával tart Szíria elleni harcában, de jobb belátásra jutva kutatni kezdte, akarja-e Isten ezt a vállalkozást kérdezd meg előbb az úr igéjét, tanácsolta Akhábnak. Erre Akháb összehívott négyszáz samáriai hamis profétát, és megkérdezte őket. Elmenjünk-é -e harcolni rámód Gileádért, vagy letegyek róla? A válasz így hangzott. Vonulj föl, mert Isten a király kezébe adja azt. 2 Krónika 18.4.5 Josafátnak kétségei voltak, biztosan akarta tudni Isten akaratát. Nincs itt az úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk. 2 krónika 18.6. Van még egy ember, aki által megkérdezhetjük az urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájehu hú, az. Egy királyok 22.8. Josafát ragaszkodott ahhoz, hogy hívják oda Isten emberét. Amikor megjelent előttük, és Akháb felszólította, hogy csak igazat mondj nekem az úr nevében, Mikeás ezt mondta. Láttam az egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az úr pedig ezt mondta nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Egy királyuk 22. 16. 17. A profétai kijelentés nyomán a királyoknak be kellett volna látniuk, hogy a menny nem helyesli tervüket, de egyikük sem volt hajlandó elfogadni a figyelmeztetést. Akháb kitűzte a célt, és nem akart attól eltérni. Josafát pedig becsület szavát adta, hogy népével együtt akhábbal tart a harcban. 2. Krónika 18.3 Ilyen ígéret után nem akarta visszatartani seregét. Azután fölvonult Izrael királya és Jósáfát Júda királya Rámód Gileád ellen. Egy királyok 22-29 A csatában Akháb nyíláltal megsebesült, és alkonyatkor meghalt. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron. Mindenki a városába, mindenki a hazájába. Egy királyuk 22.36. Így teljesedett be a próféta kijelentése. Ebből a végzetes ütközetből Josafát visszatért Jeruzsálembe. Amikor a város felé közeledett, Jéhu próféta ezzel a dorgálással ment elé. A bűnöst kellett segítened, és az úr gyűlölőit szeretned, ezért szállt rád az úr haragja. Bár volt benned valami jó is, mert kiirtottad az országból a szent fákat, és álhatatos szívvel kerested az Istent. 2 Krónika 19.2.3 Josafát uralkodásának későbbi éveit jó részt Júda nemzeti és lelki bástyái megerősítésével töltötte. Kiment a nép közé, Beérsebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik istenéhez, az úrhoz. Kettő krónika 19.4 A király egyik fontos intézkedése, a hatékony bíróság létesítése és fenntartása volt. Bírákat nevezett ki az országban, Jóda minden megerősített városában, Városról városra, És nekik adott megbízásában ezt hangsúlyozta. Nézzétek meg jól, mit tesztek, Mert nem emberek, hanem az úr megbízásából ítélkeztek, És ő lesz veletek az ítélet hozatalban. Most azért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk, az Úr, nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását. 2. Krónika 19. 5. 7. Tovább fejlesztette az igazságszolgáltatási rendszert a jeruzsálemi fellebb bíróság létrehozásával nevezett ki Jósa fát, Lévitákat, papokat és izraeli családfőket az urra tartozó ügyeknek és a jeruzsálemi lakosok pöreinek az intézésére. 2. Krónika 19.8 A király hűségre buzdította ezeket a bírákat. Így járjatok el az úr félelmében, hűséggel és tiszta szívvel, parancsolta nekik. Bármilyen peres ügyet terjesztenek elétek honfitársaitok, akik a maguk városaiban laknak, vérontásra, törvényre, parancsolatra, rendelkezésekre vagy ítélkezésekre vonatkozólag figyelmeztessétek őket, hogy vétkessé ne váljanak az úr előtt, és az ő haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. Így járjatok el, és akkor nem vétkeztek az úrra tartozó minden dologban, a Marjáhu pap lesz a vezetőtök, a királyra tartozó minden dologban pedig Zebadjáhú Ismáél fia, a Júda házából való fejedelem. Mint hivatalnokok, a léviták állnak rendelkezésetekre. Működjetek bátran, az úr pedig legyen a jókkal. 2 Krónika 19.9.11 Körültekintő intézkedésében, amelyel alattvalói jogait és szabadságát akarta védeni, Josafát hangsúlyozta, hogy az igazság istene, aki mindenkin uralkodik, tekintettel van az emberi család minden tagjára. Isten ott áll az isteni közösségben, ítéletet tart az Istenek fölött és akiket arra jelölt ki, hogy uralma alatt ítélkezzenek, azok védjék a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassanak igazságot a nyomorultnak és szűkölködőnek. Ragadjátok ki a bűnösök kezéből! Zsoltárok 82.1.3.4 Josafát uralkodása vége felé, Júda országára olyan sereg tört rá, amelynek közelettére a lakosság jogosan reszketett. Hadba vonultak Jósáfát ellen, a Moábiak és az Ammóniak, a Meúniak egy részével együtt. Az ellenség támadásának hírét ezekkel a megdöbbentő szavakkal hozta egy követ a királynak. A tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellene Edom felől, és már Hacecon támárban, azaz Engediben vannak. Kettő krónika húsz, egy Josafát bátor, hős lelkű ember volt. Éveken át erősítette seregeit és erődített városait. Jól felkészült arra, hogy szembeszálljon bármilyen ellenséggel. Ebben a válságos helyzetben mégsem emberi fegyverekbe helyezte bizalmát. Nem fegyelmezett katonái és körülkerített városai, Hanem az Izrael istenébe vetett élő hit által Remélhette a győzelmet a pogányokon, Akik azzal kérkedtek, hogy meg tudják alázni Júdát a nemzetek szemeláttára. Megijedt Jósáfát, az urat kezdte keresni, És böjtött hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az úr segítségét kérjék. A templom udvarán a nép előtt állva Josafát imában öntötte ki lelkét. Isten ígéreteire hivatkozva ismerte be Izrael tehetetlenségét. Uram, őseink istene, te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te kiennek ki ennek az országnak a lakóit, néped Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek nevet tiszteletére szentélyt, és ezt mondták ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van. És ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. De látod, az ammóniak és moábiak, Széír hegyvidékének a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték és nem pusztították el őket. ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket! Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. 2. Krónika 23.12 Josafát bizalommal mondhatta az úrnak, csak rád tekintünk. Éveken át arra oktatta a népet, bizzon abban, aki a letűnt korokban oly sokszor közbelépett, hogy megóvja választottait a teljes pusztulástól, és most, amikor az ország veszélyben volt, Josafát nem volt egyedül. Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az úr színe előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Kettő krónika 20.13 Közösen bőjtöltek és imádkoztak. Együtt könyörögtek az úrhoz, zavarja össze ellenségeiket, Jahve nevének megdicsőítésére. Istenem, ne maradj csendben, ne holgas És ne légy tétlen, Istenem! Hiszen háborognak ellenségeid, Gyűlölőid fenhorgyák fejüket. Néped ellen titkon ármányszőnek, Tanácskoznak védenceid ellen. Jertek, mondják, írtsuk ki a népet, Ne is emlékezzenek többé Izrael nevére. Mert egyetértésben tanácskoznak, Szövetséget kötnek ellened Edom lakói és az Izmaeliek, A muábiak és a hagriak, Gebál, Ammón és Amálék. Úgy bány velük, mint Midjánnal, Mint Siserával, Mint Jábinnal, a kisompataknál. Szégyenüljenek meg, És rémüldözzenek örökké, Pironkodjanak és vesszenek el tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek úra neve, aki felséges az egész földön. Zsoltárok 83. Amikor a nép királyával együtt megalázta magát Isten előtt, kérve segítségét, az úr lelke Jaházi az Ászáv fiai közül való lévitára szállt, és Jaháziel így szólt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, Meg te, Jósáfát király. Ezt mondja nektek az úr, ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené, Holnap induljatok ellenük. Ők a cíchágón vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jeruél puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói minnyájon leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat a keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az urat, Izrael istenét. Kora reggel felkeltek, és kivonultak Tekó a pusztájába. Amint közeledett az ütközet, Josafát így szólt. Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Higgyetek istenetekben az úrban, és megmaradtok! higgyetek profétáinak és boldogultok. Miután tanácsot tartotta néppel, fölállította az úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva énekeltek. 2 Krónika 20, 14. 21 Ezek az énekesek a sereg előtt mentek, és dicsőítették Istent a győzelem ígéretéért. Különös dolog volt így csatába szállni az ellenséges sereggel, énekkel dicsőítve az Urat és magasztalva Izrael Istenét. Ez volt a csatadaluk. Megkapták a szentség ékességét. Reménységünk, bátorságunk és hitünk egyre fokozódna, ha többet dicsőítenénk Istent vajon ez nem erősítenéje ma is az igazság hős lelkű védőit? Az úr lázadókat támasztott a júdára támadó ammóniak, moábiak és a széír hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a moábiak a széír hegyvidék lakóira támadtak, hogy kiírtsák és elpusztítsák őket amikor végeztek széír lakóival, egymás pusztulását segítették elő. Mire a beliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holtestei voltak a földön, és senki sem menekült meg. 2 Krónika 20, 22, 24. Isten volt Júda erőssége ebben a válságos helyzetben. Ma is ő népének erőssége. Ne a fejedelmekben bízzunk, és ne állítsunk embereket Isten helyére. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ember esendő és tévedő. Isten, aki minden hatalom, Ami erős védő Minden veszélyben éreznünk kell, hogy övé a harc. Erő kimeríthetetlenek, és a látszólagos lehetetlenség a győzelmet még nagyobbá teszi. Segíts meg minket, szabadító Istenünk, ments meg, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Egy krónika 16.35 Júda serege zsákmánnyal megrakodva tért vissza, örömmel, mert örömöt szerzett nekik az Úr, megszabadította őket ellenségeiktől. És bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úrházához. 2 Krónika 20, 27, 28 Minden okuk megvolt az örvendezésre. Annak a parancsnak engedelmeskedve, hogy csak vesztekkel állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr, ne félj és ne rettegj, teljesen Istenbe helyezték bizalmukat. 2. Krónika 20.17 Bebizonyosodott, hogy ő erősségük és szabadítójuk. Dávid ihletet himnuszát megértve énekelhették. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Íjat tör össze, láncsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákób istene, ami várunk. Zsoltárok 46 nevethez méltóan dicsérnek a föld kerekségein, Istenünk, jobbod csupa igazság. Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai, mert igazságot osztasz. Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Zsoltárok 48. 11. 15 Júda uralkodója és a királyi sereg hitére az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellen. Ezért békében élt Jósáfát országa, mert Istene nyugalmat adott neki mindenfelől. 2 Krónika 20, 29, 30.